Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Igaz, valós, helyes. A hamis profécia egyidős az írással, a barlangrajzzal, a gondolkodással. In médiás stressz. Média tartalmak heti röntgenlelete az önkényes mérvadóban. Szervusztok, kedves hallgatók, szervusz Szabó Eszter, szervusz Puzsér Robi, szervusz Horváth Oszkár. Az SMS számunk 0630 011 0725, ennek aktív szerepet szánnék a mai műsorban. Ma az első órában közösségi poszt archetipusokról szeretnénk beszélni. Azaz, mik azok a kötelező közösségi poszt műfajok, amelyben mindenkinek a saját alkotását el kell készíteni. Olyan, mintha képzőművész iskolába járnál, és akkor muszáj a mesztelen fickót, meg a tál szőlőt lefesteni, meg a havas tájat, meg az ugró őzet, vagy nem frisbee-ér ugró őzet, nincs ilyen, tudom, de hogy valamilyen anatómiai dolgot. Ugyanígy mondjuk, hogy kötelező a virsli vagy combok posztot elkészíteni, amennyiben egy pár virslit látsz a képen, vagy valakinek a napozó combjait. Aztán van ilyen az egyéb lábfotó, ez egy mostani trendnek tűnik, amikor egyszerűen lenézel, és álló helyzetben fotózod le a lábfejedet, hogy hát akkor én itt állok. Ez igazából egy filter szerintem, hiszen ha nem nézel ki elég jól, akkor csinálsz cicafülfiltert. De ha abban sem mutatsz jól, akkor ideje egyszerűen a cipőben lévő lábadat lefotózni. 0630 011 0725 az SMS számunk. Milyen tipikus posztok vannak még? Például amikor egyszerűen beengednek egy ilyen közösségbe, egy csoportba, és ott ugye köszönöm a befogadástal jelzett, hogy hát örülsz, hogy tényleg te megérkeztél. De ennél mondjuk súlyosabb az, ezek nem kötelezőek, csak egyszerűen ugyanúgy annyira általános érvényűek és széles körben elterjedtek, hogy mondjuk van egy zenész, akinek van, tudod, ilyen 6000 Facebook ismerőse. Mindenkit meghív egy eseményre, hogy mit tudom én, megteljen vele a kis stadion, vagy a tüskecsarnok, vagy nem egy 300 fős helyszín. És akkor valaki, aki kapott erre az eventre meghívót, jellemzően akármilyen keresztnév, becenév, női név, ő ír egy posztot abba az eventbe, hogy köszönöm szépen Ákos a meghívást, de aznap röntgenleletet veszek át a 17. kerületi STK-ban. Hogy mikor mondtad te egy óriás plakátnak, hogy mit tudom én, Demjén Ferenc koncert lesz december 28-án, és nem írtad oda filccel, hogy Ferenc, sajnálom, de nem tudok eljönni, mert akkor a rokonoknál leszünk. Erre mondja neked Molnár Érénke, hogy ő nem a plakáttal beszélget ilyenkor, hanem magával a személlyel. Tehát ő nem így értelmezi, ahogy te, hogy egy szórólappal beszélget. Igen, ő csetel, csak egy poszt lett a csetből. Igen. Igen. Kevésbé kínos, mintha valakire rá akarsz stalkolni, tehát rákeresnél a Facebookon, hogy de jó nővel beszélgettem az előbb félhivatalosan, és akkor mit lehet róla tudni? És nem a keresőbe írod be a nevét, velem ez persze nem fordult elő, hanem az új poszt mezőbe, és nyomsz egy entert, és annyi van, mondjuk egy Puzsérnál ez nagyon szép lenne, a mit tudom én, 150 ezer követőnek így kidobsz egy ilyet, hogy Pottyondi Edina, és enter, és rákeresel, és meglátja ez a valaki, akiről beszélünk, és rájön, hogy esetleg ismerkednél. Egyébként én ezt az egészet kategóriákba is tudnám szedni, hogyha nagyon akarnám.
Például beszélgethetnénk arról, hogy ugye vannak ezek az ártalmatlan változatai mondjuk ezeknek a posztoknak, a jó reggelt kívánok, kellemes vasárnapot, boldog Mikulást, illetve azok a tesztek, amikben mondjuk kiszámolod, hogy milyen ízű kolbász lennél, vagy esetleg hány száz az IQ-d az alapján, hogy melyik napon születtél. Tehát ha egy ilyen játékban veszel részt, annak az eredményét sokszor kötelező. Az eredményét kirakod, ugye ez az ártalmatlan kategória. Akkor van az értelmetlen kategória, a ma vagy 5 éves kiskutyám Roxy, illetve drága... Miért? Lehet, hogy van a kutyának Facebookja, és de akkor meg is lehet vele beszélni, tehát a kutya érti a Facebook kiírást, és tud olvasni, akkor akár meg is beszélhetnéd vele, mert ott laktok mondjuk egy helyen. Ugyanennek a humán változata, a drága Sárikám, 50. házasság évfordulónk alkalmából, a jóisten tartson meg téged egészségben. Tehát ugye ez az, amikor simán átszólhatnál az ágy másik oldalára, és mondhatnád, hogy Sárikám, hát boldog évfordulót, de te mégse teszed, hanem ugye a Facebookon köszöntöd. Ezek a kifejezetten értelmetlen posztok, mint ahogy egyébként az is, amikor szívesen konfrontálódnál valakivel, de nem teszed meg, mert akkor az abból lehetne egy konfliktus, és akkor inkább kiírod, hogy én nem tudom, mit képzelnek egyesek, akik a 4. emeleten még este 10 órakor is mosnak. Ugye itt akkor nem alakul ki a veszekedés, hanem egyszerűen arról van szó, hogy bejön néhány ember a chat faladra, aki úgy vakon bekövet, mert hát ha jó leszel még valamire később. Szerintem ez a teljesen értelmetlen kategória, amikor veszekedsz a Facebookon, van az idegesítő, ezt már te is mondtad a múltkor, Oszi, amikor például arról van szó, hogy elmész nyaralni, és akkor egy hónapon keresztül osztod meg a fotókat arról, ez szerintem egy picit udvaria. Mármint, hogy egy hétre mész nyaralni, és utána egy hónapra, vagy 3 hónapra elosztod a kontentet. Igen, igen, vagy akár még a következő, szerintem ez egy picit udvariatlan. Tehát, aki ott rohad az irodában, mondjuk, annak talán ez nem esik annyira jól. Ezt a virslis combos reklámot, amit felidéztél az imént, Oszi, ezt a tévében láttad, gondolom, ezt onnan tudom, hogy én is a tévében láttam a Napokban. Ez egy éppen futó reklám, amelyben a nőci, aki otthon virslizik, ez a nőci, ez a képeslapra, amin egy tengerpart, egy olyan homokos fövény látható, oda illeszti az egy pár virslit, és úgy fotózza le a fényképezőgépével, vagy hát a telefonjával, minthogyha azok combok lennének, mégpedig az ő combjai, aki éppen a homokos fövenyen a tengerparton nyaral. Hát, hogy ő azt akarja demozni, ő az anyuka, aki éppen otthon virslizik, mielőtt még beleharapna a virslibe, szeretne egy nagyot hazudni a Facebook ismerőseinek, azt, hogy ő éppen a tengerparton nyaral és sütteti a hasát. De ő ezt egy tengerpartos fotó elé teszi a monitor. Ja, én meg azt hittem, hogy valakik elmennek és napozás helyett visznek egy pár virslit magukkal a beachre. Végülis mindegy, nem? Tehát, hogy ez mindenképpen az a kategória. Mi értelme lenne a combjaidat virslivel helyettesíteni, amikor kint vagy a beachen, le is vetkőzhetsz és le is fotózhatod őket. Jó, lehet, hogy nem olyan szépek a combjaid, mint a sága virsli. Én azt hiszem, hogy ez egy virsli reklám, de elsősorban nem a virslinek a reklámja. De szépen meglovagolták amúgy. Hanem elsősorban a veretésnek a reklámja. Elsősorban a vetítésnek a reklámja, az életmóddal való hencegésnek a reklámja, és a hazudozásnak a reklámja. A Facebook hazudozásnak, amikor az ember hát otthon virslizik, de hát az meg milyen egy vesztes tempó otthon virslizni. Inkább csinálok egy fotót a képeslap előtt a virslikről, mintha combok lennének, kvázi legitimálom, elég széles körben, és kulturális mintává teszem azt, hogy a létezést miként hívja ki a látszódás. Ugye a látszódás az új létezés. Nem az számít, hogy te mit csinálsz otthon. Lehet, hogy egy nyomorult vagy, aki éppen virslit eszik, bár nem látom be, hogy virslit enni otthon miért lenne nyomorultság, és a tengerparton heverni a combjaiddal meg miért lenne halálos nagy menőség. Minden esetre a kultúránk az egyikhez hozzárendelte azt, hogy nyomorultság, a másikhoz hozzárendelte azt, hogy menőség, és érdekes módon, amikor a virsli zabálást akarják neked eladni, hiszen ez itt mégsem a tengerpartot értékesítik meg a nyaralást, hanem kifejezetten a virslit, akkor azt nem lehet a virsli evéssel önmagában eladni, ez jó a virsli evésre, és jó a közösségi média hazudozásra, jó és alkalmas arra, hogy te széles körben demózzad azt, hogy te valójában a te életed, a te életmódod sokkal szexibb, sokkal fenszibb annál, te többet érsz és többet érdemelsz, és többet is hasítottál ki magadnak az életből, sem mint virslizni a nyomorult panellakásodban. Helyette
te a tengerparton sütteted a hasadat, és a virsli már is behelyettesíthető a combjaidnak. Érdekes, hogy a Cartedor nem ült rá erre, tehát ha van egy ilyen virslis mém, és a virsli cég az rátesz egy virsli reklámot. Sokat gondolkodom azon, hogy ugye van ez a magyar mém, vagy akár nemzetközi is lehet, hogy bármilyen Cartedor dobozt, ha kinyitsz, akkor nem tudod, hogy pisztácia lesz benne, vagy pörkölt. És hogy vajon a Cartedor miért nem lovagolja meg ezt? De megcsinálta úgy, valaki. Megcsinálta meg, valaki? Meg, valamelyik jégkrémgyártó, hogy ebbe lehet akkor pörköltet tenni, meg mit, van ilyen. Uh-huh. Igen, ugye ott az anyukák ezt csinálják. Mindenki, akinek van anyukája, az tudja, hogy a Cartedoros dobozba pörkölt kerül, paprikás csirke kerül, rakott krumpli kerül. Toros káposztát ja. Csak tudod, az van, hogy a termékcsomagolásra a hűtőben nem írhatod rá, hogy pisztácia, és alul három ilyen kis checkbox, hogy pörkölt, töltött paprika de vagy pont költött. Ez van, Oszi. De hát ez ettől gusztustalan lesz a pisztácia, ezt nem akarom én kommunikálni, de mondjuk, ha egy dupla matrica lenne, és lehúzhatom a márkajelzéseset a tetejéről, és oda azt írok, amit akarok, akkor nem rontottam el azt az esélyt, hogy megvesznek, mert pisztáciának tűnök, de lesz egy ilyen másodlagos használat, és akkor beleálltak abba, hogy ha erre használják, akkor legyen újra lezárható, és tartson örökké, hiszen az én reklámom lesz a frigiderében az egész országnak. Uh-huh. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy ötleteljetek velem egy kicsit erről. Mi gyakorolta ezt a hatást a kultúránkra, hogy a létnek a helyére lépett a látvány, és ezre nem csak titeket kérlek, hanem a hallgatókat is, 0630 011 0725. Mi szorította ki a létezést, és mi ágyazott meg a látványnak? A lenni miért nem elég jó? Miért kell a látszani mindenáron? Tehát miért nem arra gyúrsz, hogy az életed jobb legyen? Miért arra gyúrsz mindenáron és minden erőddel, hogy a látványa jobb legyen az életednek? Talán azért, mert az egyszerűbb? Talán azért, mert egyszerűbb egészségesnek látszani, mint egészségesnek lenni? Szexinek látszani, mint szexinek lenni? Szerintem egyszerűen a felismerés hiánya vezetett el ideig, tehát hogy nem volt egy Puzsér eddig az ő életükben, aki elmondta volna, hogy valójában a valódi boldogságot ez jelenti. Egyébként egy csomó másik, amit a virslishez hasonlóan, csomó másik olyan tipikus poszt van, ami egészen más jelent, mint aminek elsőre tűnik. Van ez a fenék selfie. Nem tudom, neked Robi, ilyen rajongói oldalad van, te látod a hírfolyam, hogy hívják ezt, fali újság vagy hírfolyam, te nem látod, ugye, nekem hogy miket osztanak meg. Nekem nincs ilyenem. Na akkor nem láttál még olyan fenék selfie-t, amit Oszi már biztos látott, hogy egy fenék, és akkor hátrafordul a csaj, ugye? Ilyet láttál már. Láttam. Most iratkoztam 250 profilról le, amelynek ez a tematikája, nem le. Idén, igen, idén, tehát hogy itt elsőre... Eleget láttál. Minden tudok. Elsőre azt gondolnád, hogy itt valaki szeretné megmutatni a fenék feltöltését, amit googolásnak hazudik, de valójában ne. Arról van szó, hogy szeretné na. Tudni, hogy valójában arról van szó, hogy szeretné tudni, hogy lájkolja az ő kiszemeltje, és ha igen, akkor mennyi idő múlva. Ugyanennek a férfi változata, ugye a státuszszimbólumok megmutatása az autókormány az órával, és akkor a fölé kell valamit írni, hogy on the road again, vagy munkába indulok, hogy ne úgy tűnjön. Ezt fiúk csinálják? Ezt fiúk csinálják. Viszont van ennek a lány párja virággal, na. Tehát a következően néz ki a poszt, beülünk apa a Porsche-jába, látszódjon a kormányon a logó, látszódjon az új műköri, látszódjon esetleg a cipő ott lenne a pedáloknál, uh-huh. Egy ilyen félrehajtott párhuzamos comb Lady D korrekt beülés, az tényleg elegáns, és a kézben, ha ez még nem volna elég, a nagyon sok rózsa az ovális dobozba gyűrve, uh-huh. Tudod, amikor a rózsákat persze. Ilyen hadrendbe állítják, ez egy ilyen szépen csomagolt ajándék típus. Tehát van, aki vásárolt nekem ilyet, amíg nem ült ebben az autójában, ilyen a körmöm, van rajta móra, és akkor az így egyben minden, fejed nem fér rá, tehát ezt már marha nehéz lenne megcsinálni, hogy az arcod rajta legyen. Az nem is annyira legyen. Számít, ugye itt. Egyébként szerintem ennek a valódi üzenete az, hogy hallottam ugyan pletykákat a kapcsolatunkról, de hát azért mégiscsak jól el vagyunk mi, és akkor fölé kell írni, hogy köszönöm szerelmem. Mert anélkül ugye ez a rózsabox, hogy hívják? Így nem hívják. Mondom el, hogy hívják ez a trükk. Tehát Eszter, az van, hogy minden adásban megkérsz, hogy valamit mondjak minden el, adásban hogy kinek van akváriuma, meg mi van a filterezéssel, meg ezt, hogy hívják ezt a rózsás céget, hát nem fogom promózni, az biztos. Mondhatnám, hogy nem is szabad, de azt így, akkor itt ez egy ilyen zárójeles megjegyzés, jó, hogy bármilyen cégről nyugodtan
nyugodtan bármikor beszélhetsz a rádióban, ha nem fizetett érte, akkor az nem reklám. A milyen ízű kolbász lennék, és a mi voltam előző életemben, és egyéb játékok jelentéktelennek tűnése, mivel adatot gyűjtenek a játékosról, átértékelendő. Hát, hogy ezek nem semmire kellőségek, vagyis hát neked azok, de a cégnek, amelyik a te adataidat felhasználja, nem azok. A Cambridge Analytica story kapcsán beszéltünk erről, hiszen ott pont valamilyen, mi lenne az indián neved, vagy egy gombos személyiségteszt Facebook játék volt az, amellyel ugye konnektálsz ahhoz a Facebook alkalmazáshoz, és ennek köszönhetően azonnal megkapja a profilképedet, e-mail címedet, demográfiai adataidat, a barátaid azonosítóinak a listáját, és az általad követett Facebook page-ek azonosítóinak a listáját. Persze, tehát csak tartom szempontjából értelmetlen teljesen, nyilvánvalóan emögött van egy adathalászat. Egyébként a más jelent, mint aminek tűnik kapcsolatban még eszembe jutott az a selfie, ami fölé idézetet raknak. Ugye itt, hogyha nagyon szeretnél egy idézetet megosztani, akkor megosztanád magát az idézetet, és nem kellene a selfie. Úgyhogy én hajlok arról, hogy ez valójában azt jelenti, hogy de jól nézek ma ki. Ugye? És akkor már nagyon ciki, hogy tegnap és tegnap előtt is kiraktam egy selfit, úgyhogy most jöhet valami tartalom. Jöhet valami Váci Mihály Oder Coelho idézet attól függően, hogy hány éves vagyok. 50 alatt vagy 50 fölött vagyok. A hallgató Dick Loran választad a kérdésemre. Úgy fogalmaz, egyszerűen a közösségi média tette ezt lehetővé, mármint azt, hogy a létet a látvány kiszorítsa. Régebben nehéz volt ilyen kevés energia befektetésével látszani, írja. Most 5 másodperc alatt bármit állíthatsz, illetve megmutathatsz magadról. Igen, de miért akarod? Én értem, hogy lett ennek egy médiuma. Én értem, hogy lett ennek egy felülete. Én értem, hogy lett ennek egy infrastruktúrája. De mi belülünk, hova lett az önmagunk iránti igényesség, és hogy vette ennek át a helyét az önmagunk látványa iránti igényesség? Tehát mert ez én nem tudom nem úgy látni, mint egy létromlást. Hát azért önmagam egzisztenciája mégiscsak magasabb rendű, mint önmagam paravánja, mint önmagam, látványa, illúziója. Hát hogy tolult háttérbe a valóság, és a valóságról alkotott percepció hogy lépett a helyére? Én azt hiszem, hogy ehhez az, hogy van egy erre alkalmas médium, ez azért még kevés. Kell egy ehhez alkalmas ember. Vagy arról van szó, hogy ilyen könnyű még soha nem volt veretni, és ezért veretjük. Nem, én azt hiszem, hogy a veretésnek valahonnan belülről kell jönnie. Itt kell, hogy legyen egy belső önbizalomhiány. Talán éppen arról van szó, hogy a sztárok, a celebek, akik az áloméletükkel veretik a nyilvánosságban folyamatosan, egy frusztrációt keltenek a kisemberben. A kisember senkinek érzi magát ő hozzájuk képest, tehát neki is hazudnia kell egy áloméletet a nagy nyilvánosság előtt, amivel hasonlóvá válik hozzájuk. És erre jött létre a Facebook, erre jött létre az Instagram, hogy te kvázi a saját bulvárlapodat megalkothasd, és a saját bulvárfelületedet, ahol a te életednek a semmire kellőségei jelen vannak, amely semmire kellőségekből a nagy közönség és te magad is levonod az érdekességnek, az izgalmasságnak, a felpesdítő személyiségnek az élményét. Nekem van egy érzésem, hogy ez nem egy újdonság, ez az igény, ugyanis azt kéne vizsgálnunk, hogy a nyaralós selfik fotók és a kajafotók, vagy a milyen adventi koszorút dobtam össze DIY, azok előtt mik voltak? Mi az, ami eltűnt? Eltűnt a képeslapküldés jó formán. Ugye a képeslapküldés is az volt, hogy jó vagytok otthon? Na, én itt vagyok. Jó szar otthon? Na, itt ilyen meleg van. Jó hideg van ott? Vagy jó meleg van otthon? Na, itt ilyen hideg van. Igen, csak tudod, a képeslapot, azt egy valakinek küldted. Annak volt egy személyessége. Ezeket meg tízezreknek. Jó, most lehet, hogy... Azért a postás is megnézte. Igen. Számít az. Szóval seen by postás. Láttad ott alul kicsibe, kis betűvel kiírva. De hogy ez valójában, tudod, az arról szólt, hogy ezt küldöm, oké, lehet, hogy hencegek, lehet, hogy veretem, nem állítom egyébként, hogy egy képeslap szükségszerűen erről szól, de lehetséges, szólhat erről, de akkor is az egy valakinek szól, az neki van címezve, az neki jár, az az üzenet. Ebben az üzenetben már semmi személyesség nincs. Itt nincs az, hogy én ezt neked szánom, én ezt magamról szánom annak, aki látja.
mert a celebek is így csinálják. Mert a celebek se címzik senkinek az álom életükről szóló hazugságot, hanem azt szétpermetezik az országban mindenhova, mert rossz helyre nem juthat. Szerintem egyszerűen egy ilyen látszás spirálban vagyunk, tehát hogy a kérdésedre az a válasz, hogy egyszerűen sokkal többször van szó arról, hogy milyennek látszunk, és ezt elkapjuk így egymástól, mint egy fertőző betegséget, míg nagyon-nagyon kevésszer van arról szó, hogy hogyan fejlődhetne a személyiséget. Az iskolában mikor van erről szó? Otthon mikor van erről szó, a barátok között? Igen, de mikor, mikor látszol? Nagy nyilvánosság előtt szinte soha, vagy csak akkor, amikor éppen te vagy Sebestyén Balázs. A barátaid körében meg nagyon szűk metszetben látszol. Mikor vagy? Az életed minden percében vagy. Ez, hogy vagy, ez hogy tolulhatott a háttérbe? És hogy lépetett a helyére a látszódás, ami pedig, hát egy, hogy már a létezésedhez képest egy marginális metszet. Megvan az, hogy a fényképezést azt így külön föl kellett találni valamikor a, mit tudom én, 19. században? Megvan az, hogy előtte nem volt? Megvan az, hogy előtte festményen az szerepelt, aki nagyon ki volt tömve pénzzel? És akkor hozzáfestették a róka, prémet, a puskát, a fodros gallért, meg alá a lovat, meg a skót kockát, meg az anyám úristenit? És az megvan, hogy előtte egy átlag parasztembernek nem volt képe a férjéről, a gyerekéről, az anyjáról. Volt viszont képe Jézusról. Vagy volt egy szobra, vagy volt egy keresztje. Tehát, hogy az, hogy ábrázolunk valakit, az legtöbbször ebben az európai világban az istenük volt, akiben hittek, és ha bementél a templomban, akkor azzal volt körbe rakva. Bibliai jelenetek nyilván a katolikus templomban, tehát ahol azért úgy, hogy mondjam, rendesen föl van pimpelve a vizuál. És aztán így kinyílt a lehetőség a 19. században, hogy a gyerekek, nem csak az Isten szerepelhet a képeken, hanem akár a Tibi. És onnantól kezdve akkor Tibi örült, hogy hát akkor leszek én egyen a festményen, de akkor a Tibi egy kicsit meg is istenült. Hát abban a pillanatban, hogy amikor ne. Már a Tibi is szerepelhetett a képen. De még akkor Tibiből csak egy ikon volt, és itt nem úgy értem, hogy a saját gép a Windows asztalon, hanem a picike kis szent kép volt még csak a Tibi, de aztán elfoglaltuk az egész templomot magunknak, és most már az Instagram az a házi oltárad saját magadnak. Ugye? Hogy ilyen szinten, hogy nem az, hogy te magad lettél az Isten, és akkor a gyereked az alkotásod, ami tök rendben van, meg minden, hanem hát elirigyeltük az intézményes részét is, hogy bizony legyenek már templomok, és legyenek oltárok, akkor lassan lesznek itt papok is, meg hát valószínűleg egy új evangélium. Ugye ki mit hirdet, ki mit hisz, legyen az a chemtrail, vagy a gyík emberek, vagy a pizzagét. Úgy fogalmaz a hallgató. Kép bármiről, aminek a látványos hátterében van az, amire fel akarsz vágni. De így véletlennek tűnik, hogy felkerült. Jaj, észre sem vettem, nekem olyan átlagos dolog, de ha már így alakult, fogadom a bókok. De a saját hülye fejeddel kitakarod a Taj Mahalt. Erre egyébként nekem is ez jutott, ez ugye a legjobb példa ugye az utazó blogger, aki alapvetően nem utazni szeret, mert mellesleg szeret utazni, de leginkább sztár szeretett volna lenni. Erre nem volt meg a megfelelő tehetsége, nem tudott túl sok mindent felmutatni, és akkor inkább elmegy különböző helyekre, aha. És megoszt magáról fotókat. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt lehetne amúgy jól is csinálni. Tehát nyilván, hogyha hasznos információval lehet. Társulna az egész, akkor lehet. Jó lenne. De mondjuk. Én őt kedvelem. Na, hát persze lehet, de hogyha csak arról van szó, hogy különböző nagy estékben, különböző görög falvakban és európai nagyvárosokban lefotózod magad, az talán nem az igazi. És nem lehet, hogy arról van szó, hogy van bennünk egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy tényleg élünk-e? És abban a pillanatban, hogy az életünknek ezt vagy azt a látványát megosztjuk a közösségi médiában, és megkapjuk a visszajelzéseket, az igazolja a számunkra, hogy mi élünk, és abból, ezekből a visszajelzésekből kapunk vissza némi jelet arra vonatkozóan, hogy tényleg élünk. Mert a saját életünk, a saját percepcióink, a saját élményeink, a saját megéléseink nem kellően meggyőzőek ahhoz, hogy elhiggyük, hogy élünk. Hiszen Pierce Brosnan élete az, ami számunkra
a látvány képében reprezentálódik, és már pedig Pierce Brosnanról tudjuk, hogy ő él. Hát mi is ilyen minőségű életet akarunk, hogy kétségünk ne legyen, és senkinek kétsége ne legyen afelől, hogy mi élünk legalább annyira, mint Pierce Brosnan. Nincs egy bőmbácsi a hallgatók között, aki a 0630 011 0725-re be tudja küldeni, hogy valami vanító ergoszum hogy hangozna? Tehát, hogy veretem, vagy hiúskodok, tehát vagyok? Mert ez az élet bizonyítéka úgy tűnik ebben az évtizedben. Régen a tévé volt az egyetlen média, írja a hallgató, ma már ott a social média. Bárki megmutathatja magát, és sokkal könnyebb, mint bejutni a tévébe. Az ego szereti a figyelmet, és már egy generáció ebben nőtt bele. Ez így van egyébként, de biztos, hogy van abban is valami, amit te mondasz, hogy amivel kapcsolatban úgy érzed, hogy nem élsz, vagy amivel kapcsolatban úgy érzed, hogy bizonytalan vagy a saját életedben, azt jobban hangsúlyozod a közösségi oldalakon. Én láttam például olyat, hogy könyvnek a 64. oldala befotózva, és mindig az jutott eszembe, hogy ez az ember nem az olvasás flójában van, hanem nagyon bizonytalan abban, hogy vajon elég intelligense, vagy elég intellektuálisnak tűnik-e, mert ez nem annyira életszerű, hogy te egy jó könyv olvasása közben így. Tehát szerintem valakinek egy üzenet. Ha csak is. Nincs valami jó tartalom azon az oldalon, amit utána ki tudsz emelni, vagy aláhúzol ott a kis úgy tűnik, digitális mintha lenne, kiemelővel. De nekem önbizalom hiányról árulkodik. Azt írja a hallgató, már a sztárok nagy része is behazudta az álom életét. Szóval már mi is behazudott életek alapján akarunk egy életet reprezentálni. Sok befutott zenész kollégámról tudom, hogy ahhoz képest elég szerény körülmények között él, amit mondjuk az Instán nyomat magáról napi szinten. Mert ugye arról van szó, hogy ha gazdagságot nyomatsz magadról, a gazdagság élményét kelted a látvány síkján, akkor az majd bevételt termel, akkor az majd azt az élményt kelti a gazdagokban, hogy te is gazdag vagy, és majd üzletelni fognak veled, ezért a látszatra kell adni. Én nagyon legalábbis nekem a gázsit föl lehet alkudni, hogy ha így vereted, akkor nyilván egy hakni nem 70 ezer lesz, hanem 250. Ismerek olyanokat, akik tönkrementek, nagyon gazdagok voltak, és onnan lecsúsztak, és koldusszegények lettek. És bár koldusszegények lettek, és már teljesen el voltak adósodva a látványra, a reprezentációra, az autóra, a sminkre, az illatra, a márkás ruhákra az utolsó percig adtak. Az adósok börtönébe is Gucci-ban vonul be, mert a lelepleződés az sokkal, de sokkal félelmetesebb, mint a tönkremenetel. Sokkal félelmetesebb, hogy megtudják, hogy tönkrementem, mint akár az, hogy tönkrementem. Sokkal szörnyűbb egy cikk arról, hogy bevonultam a börtönbe, mint hogy ülök a börtönbe. Inkább ülök 5 évet a börtönbe, mint egy cikk és egy nap a börtönbe. Mondok még poszt típusokat. Hintán ülés a víz fölött. Ugye, ha valahova, de ezt ugye kiteszik, ez egy úgynevezett ilyen selfie csali, vagy selfie légypapír, vagy nyaralós fotó légypapír, a behajló pálma, meg a víz fölé lógó kötélhinta. Azon kötelező szerepelni. Aztán ugye tudunk róla, hogy van egy selfie múzeum a belvárosban, ahol ilyen műanyagbanánok között lehet pózolni. Aztán egy attitűd. Ha meghal egy ismert ember, akkor a reggeli órákban te akarsz lenni az Index, Telex, Origo, akárki, hogy úgy kiírod 7.30-kor, hogy RIP, és nem teszed hozzá, ugye ez az egyik fajta, nem teszi hozzá, hogy ki a túró halt meg, csak hogy te már értesültél róla, vagy a másik, aki odaírja, hogy RIP, és mögé írja, hogy John Cleese, aki még nem halt meg, de majd már ígérgeti, majd hogy fog. Igen, igen. Csak aztán ugye tartsa is be, mert az nem úgy van az. És akkor tőled tudják meg, te legyél a hírvivő, te vagy a jól értesült. Valójában előbb nyitottad ki aznap ugyanazt a portált, és így eteted így a kezedből a kis galamb embereket, akiket ismersz. Egy ismerősöm elég csúnya módon megcsalta a férjét, írja a hallgató. Utána hetekig a boldogságáról posztolt, hogy az neki jár. A saját aljasságához akart önigazolást gyártani. Én helyesbítenék, a saját hazugságához akart önigazolást gyártani. Tehát ő ugye egy áloméletet kell, hogy hazudjon ebben a helyzetben, mert az élete megrendült. Tehát minél nagyobb válságban van az életed, a valóságban, a létsíkján, a látványsíkján annál nagyobbat kell hazudni, annál görcsösebben kell igyekezni fenntartani a látszatot, a benyomását a boldogságodnak, a benyomását a sikerességednek, a gazdagságodnak. Hát igen, ez bűzlik. És a helyzet az, hogy olyan ez,
minthogyha elkenődött volna a sminked, és a tükröt sikálnád. A tükörben próbálnád a sminkedet kiigazítani. Nem a tükörkép romlott el, hanem a fejed. Nem a tükröt kell sikálni, hanem a fejedet. Mintha valami ilyesmi zajlana. A létezésed válságba került, tehát korrigálni kell a látványt. Véletlenül se a létezéseden dolgozz, véletlenül se azt javíts meg, ami elromlott, a látványát korrigáld. Hú, a hiba nem az önkészülékében van, de. Illetve de. A hiba nem az önkészülékében van, hanem önben. Van valami rap szövegben így ilyen, hogy mi van, túl hangos a buli, ahogy a tévében bámulod? De az, amikor a képről nyilatkozunk, nem az eseményről. Igen. Vagy amikor megpróbálsz letörölni a tükörről valamit, közben az arcodon van. Ezek ilyen sztorik. Vagy hát az árnyékbox, vagy déli bábüldözés, hogy más nem mondjak. Köszönöm szépen mindenkinek a köszöntéseket, mindezt kiírod a szülinapodon 8 óra 50 perckor, amikor még csak 4-en köszöntöttek föl, hogy a többiek el ne felejtsék, hogy ők is jönnek. Kapjanak észbe, hogy milyen nap van. Egyébként nem gondoltatok még arra, nekem most egy picit az jutott eszembe, hogy ezek ilyen kis mikromanipulációk, és ebben az a veszély, hogy akiben nincsen gát a mikromanipuláció előtt, és mondjuk egy csaj úgy szed fel téged, hogy mondjuk végig azt a látszatot keltette a Facebookon, hogy ez mekkora meccs, és az egész egy nagy kamu, akkor bennük, ők azok az emberek, akikben nincsen gát nagyban sem, tehát ugyanez lesz az a nő, aki 3 év múlva, amikor már szeretné mondjuk kifarolni a kapcsolatból, akkor véletlenül terhes lesz esetleg, olyan jóba lesz anyukáddal, hogy 1000 kis aranyszállal köt majd magához és szívességgel, hiszen nekem ez a meggyőződésem, hogy akinél kicsiben nincsen gát, annál talán nagyban sem lesz. Sziasztok, írja a hallgató. Ha elképzeltek egy jelenetet, olyan agyi aktivitás, reakció mérhető, mintha az a jelenet a valóságban játszódna. Ennek leképeződéseként veretnek és manipulálnak az emberek, és egy kicsit el is hiszik, hogy a homlokzat a lényeg, pedig amögött hungarocell pár fahasább van, mert ez csak olcsó díszlet. Beszéljünk már arról, Robi, hogy a katedrálisban hogy készült egy ilyen fejszobor? Hát a katedrálisnak, mégpedig ezeknek a gótikus katedrálisoknak, amelyek a középkornak ebben a nagyon virágzó évszázadaiban készültek, épültek. Ezekben a szobrokat a falba vagy a sarokba olyan módon építették be, hogy az csak szemből volt látható, és hátulról a fal vette körbe. Ki kellett bontanunk a falból, a gótikus katedrális falából ezeket a szobrokat, hogy szemügyre tudjuk venni a hátulját, és kiderült, hogy ezek a szobrok, ezek hátul pontosan ugyanolyan precízen ki vannak faragva, mint szemből, pedig hát mi, akik kibontottuk a falból azokat a szobrokat, mi láthattuk az alkotó óta először annak a szobornak a hátulját, azt soha senki nem láthatta. Mai szemmel, mai ésszel érdemes volt kifaragni a szobornak a hátulját. Hát úgy se látja senki. Csak hogy látja az Isten. Ma már ugye ez, hogyha ez valaki komoly pofával előadja, hogy de látja az Isten, akkor a háta mögött összeröhögnek, vagy rosszabb esetben meg az orra előtt összeröhögnek, hogy milyen szánalmas, fölöslegesen dolgozol, és valamiféle Istenre, amit így kitaláltál, hivatkozol, hogy ő miatta kell kifaragni kétszer annyit, mint amennyit amúgy kéne. De hogy a helyzet az, hogy a média hazugság az pontosan ugyanígy működik. Minek kéne megtörténni valaminek, amikor 100%-osan legyártottuk a látszatát? Miért kéne a tévében a hírolvasónak deréktól lefelé fölöltözve lenni, amikor olyan meleg van a stúdióban, és úgy se látszik? Deréktól lefelé jó lesz a rövid gatya meg a flip-flop papucs, deréktól fölfelé meg kifogástalan elegancia, öltön nyakkendő tű, 10 zsebkendő, tudod, mert megtiszteljük a nézőt. Ez a tisztelet deréktól lefelé valahogy megszűnik, valahogy eltűnik. Úgy tűnik, hogy deréktől lefelé nem tiszteljük a nézőt. Na most ennek a hírolvasónak kéne elhinni a szájából kiömlő hazugságokat. Miért is? Hiszen a nyakkendője, a nyakkendő tűje is hazugság. Maga az eleganciája is hazugság. Miért lenne egyetlen szava is igaz? Miért lenne igaz az a hír, amiről beszámolnak? Miért történt volna meg a valóságban? Hiszen tökéletes beszámolónk van róla,
olyan híranyagunk van róla, ami 100%-osan meggyőző. Pont úgy, mint a Szellő Pistának az akúja meg a nyakkendője. Miért kéne annak megtörténni a valóságban? A média hazugság átvette a tényleges realitás helyét. Megyek tovább, kajafotók, van egy ilyen kis mém, amikor leülnek a bratyók hamburgert enni, és ketten még fotózzák, és az egyik már eszi. És ránéznek, hogy mit csinálsz? Meg ne edd, amíg nem fotóztad le. Ennek egy ilyen tovább képzett példája, amikor kifotózod, amit főztél, és egyből írod is a receptet azzal a sajátos nyelvezettel, hogy jól bebundáztam, dínszteltem, hogy nagyon fontos, hogy ki a személy és milyen számban nyilatkozik. Tehát nem várod meg, hogy de jól néz ki, Rózsika, mivel bolondítottad így meg? Hanem már mondod is, hogy mivel bolondítottad meg. Aztán ugye a karantén alatti kötelező kenyérsütés fotók, mintha tényleg ilyen világvége lett volna, hogy akkor nincs több kenyér. Volt WC papír, ami nem volt, de gyakorlatilag... De élesztő nem volt a boltokban, kenyér mindvégig volt a boltokban, élesztő nem volt. Minden volt, élesztő nem volt. Élesztő nem volt. Hát akkor csináltak élesztő. Mert mindenki kenyeret akart sütni, kenyér volt. Aha, igen. Aztán az olyan posztok, amikor a saját faladra kiteszed, hogy minden tímának boldog névnapot kívánok, de nem az ő falukra tette, de a tímákért a egyesével, hogy Kovács Timi, nagyon szeretlek, Balog Timi, de jó volt tavaly nyáron, remélem újra látlak, hanem a saját faladra, és még csak be se teggeled őket, tehát ha esetleg arra járnak, akkor majd kapnak. Hát hogy olyan, mint ha vennék valakinek virágot, kitenném a nappalimba, és 2 hét múlva kérdezném, hogy na, hogy tetszett a virág? Hát nem tudom, én 8 kerülettel odébb lakom. Szóltam, hogy volt bulid, bocs. Engem ezek nem zavarnak, engem csak kizárólag az zavar, amelyik mást egy kicsit manipulálni akar, amikor valaki megosztja, hogy mit főzött, esetleg receptet, vagy hogy milyen jól néz ki, akkor az nem zavar, az zavar, hogyha másnak akarja feltüntetni, és rak mellé egy idézetet, vagy... Ezek furcsa árukapcsolások, ahogy mondtad, a selfie és az idézet együtt, vagy a recept és az idézet együtt. Úgy tűnik, idézetet majdnem mindenhez lehet. Nem, hát az idézet az alászállt a Parnasszusról, a vacsorád az meg fölemelkedett a Parnasszus felé. Tudod, és így félúton találkoztak. Hogy a vacsorád a legérvénytelenebb, az idézet meg úgymond a legérvényesebb. Aha. És a egyik addig süllyedt, a másik meg addig emelkedett, míg a kettő egy síkra került. Jaj, Robi, az látszik, hogy de nem látsz ilyen idézeteket, mert ezek a járd végig a cipőben, lépjél be az utamba. Nyilván vannak olyan idézetek, amelyeket kár felidézni. Igen, de hát így lépjél bele az utamba. Valószínűleg így ereszkedtek le a Parnasszusról, hogy egyre profánabbak lett. De ez milyen baba recept? Ezt mehetsz fel a No Salt-ira, megint fel a figyelmet. Én szeretem spammeltetni innen, kényszer spammeltetni a No Salt-it. Szóval az van, mert hallgatnak. És az a felvetésem, hogy van ez, hogy mivel lehetne földobni ezt a receptet, tudod, és akkor valamit tesz bele, amit más nem, az a titkos, ez egy zeller, de csak egy nagyon kevés. A nagymamám mondta, ne mondd el senkinek, de azzal csinálom. Vagy figyelj, ne cukrot tegyél a paradicsom szószba földobni, hanem sárgarépát reszelj bele, mert annak is a cukortartása, és akkor, de hát minek tegyek bele ilyen szarokat, amikor foghatok egy idézetet, és azzal dobom föl a receptemet, nem főzöm bele, de hát tök mindegy, mert kieszik belőle, hát úgyis csak látni fogják, akkor megint elég ráírni ez egy már, idézetet. Igen, ez már megint manipuláció, sokkal okosabbnak akarsz tűnni. Mint amilyen vagy. Ugye nem kell gondolkodni, hogy kell egy jó receptet összerakni, hanem felmész a valamelyik idézetes oldalra, és akkor kimásolsz valamit. Ezt per cipi, írja a hallgató, létezni annyi, mint észleltnek lenni. Ezt írta teljesen más összefüggésben egy 17. századi filozófus. Ma a közösségi média világára érvényes. Hát azt gondoltuk, hogy Na, sziasztok! Na, megvan a bömbácsink, maradj itt 0630 011 0725, mentsd el, írd oda, hogy a gazdag réti panel társasház lakói, és az lesz az önkényes mérvadó, és akkor ide bömbácsiz ilyeneket, mert szeretjük. Sziasztok, írja a hallgató! Az Instagram csak egy reklámfelület, meg az ego fényezésére való alkalmazás. 23 reklámposzt között van egy privát, ami az egónak kell a lájkok miatt. A másik hallgató azt írja, a kedvencem Luxus Vivi ex-férje, aki ugyanolyan közönséges másfélszobás lakásban lakik, mint 100 000 más ember a környéken, csak még be sincs rendezve rendesen.
A vacsora csatában vagy miben láttam, írja a hallgató. De tényleg, amikor elindult az a műsor, akkor ment egy ilyen veretés, hogy luxus lakópark. És mondom, lakásban laktok, menj már! Ne idegesíts fel! A Berki is előadta... Legalább rendesen veretnének, tudod? Bocs, hogy így a közvetlen perkörnyezetedet pásztázom végig, de a Berki is pontosan előadta, hogy hát ők lakásba költöztek, elég volt a házból. Hogy hagyjuk már ezeket az állatságokat, hogy értem én a luxust, és nagyon szívesen meg is nézem, hogy milyen pompa közepette élnek, de ne adja elő, könyörgöm, hogy a lakóparki 100 négyzetméteres lakása az a luxus. Drága volt, azt adom. Azt csináltak, amit egy kőhalmi szövegben van, hogy megveszi a Havanna lakótelepet, és egyben nyitotta, lehet, hogy ő is ezt csinálta. Igen, ha ő nyerne a lottón, ennyit tudna vele kezdeni, az emeletet összenyitja. Gyanítom, a látszat és a veretés legalább 10 000 éve hajtja a pszichopatákat és az önbizalom hiányosokat. Erről szólt a smink, ékszer, divat, később elérhető távolságba került mindenkinek a veretés az autóval, karórával, kertesházzal, dubai nyaralással, egyéb státuszszimbólumokkal. Annyi változott, hogy ma föl tudod rakni a social médiára. Másik hallgató azt írja, a verdöni első világháborús múzeumban láthatóak gázállart szemetvédő üvegébe tett képek, főleg feleségről, gyerekről. Nekünk hány képünk van a szeretteinkről? Vajon mekkora a több 10 000 telefonon lévő kép súlya? Itt az a helyzet, hogy a szeretteidről, akikkel együtt élsz, persze, tudom, hogy azok a legfontosabbak neked, de hát azért élsz velük együtt, mert a legfontosabbak. Tehát most miért legyen nálam a kép róla, amikor este hozzámegyek haza? Tehát miért én együtt élek a családommal? Most lehetséges, hogyha nem élnék velük együtt, mert mondjuk egy elvált apuka lennék, akkor már kérné a helyét a tárcámban a gyereknek a képe. De a helyzet az, hogyha hozzámegy haza az ember minden nap, miért is legyen benne a képe a tárcájában? Szóval, hogy a helyzet az, hogy nekem a valósága van a gyereknek, nem a fényképe van a gyereknek. Én minden nap láthatom a gyerekemet, szerencsés módon nem kell a gyerekemről képet hordoznom magamnál. Az minden esetre fontos felismerés, hogy amiből hiányt érzel, azt fogod megerősíteni a közösségi oldalakon. Talán ami még kimaradt, itt már csak nagyon kevés muníció van nálam bekészítve, a gyűrűs kép és ennek az előzményei, tehát a gyűrűs képnek az előzménye egy lánykérés. A lánykérésnek a korrekt dokumentálása az már egy ilyen véleményes műfaj, de a lánykérés előkészítésének a szétfotózása, hogy itt még nem szórtam szét a rózsaszirmokat a Tiszavirág utca 43-ban. Valaki nagyon meghatódott a saját figyelmesítőtől. Igen, a sajátján, ezt de imádom. A saját ügyfélszolgálat levelednek a kiposztolása még talán ilyen, aminek vannak klasszikusai, ebben én is bűnös vagyok, de az egyik klasszikust azt pont én alkottam, hála az égnek. De ha valami közgyalázatot kapsz, akkor az közérdekű megosztani, nem? Én is azt gondolom, meg én szeretem azt, hogy a Homár az egy ilyen erősebb, mint a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, mert a nem a bíróságra, hanem a public relations elé viszi azonnal az ügyedet. De imádom azt a UPC-s levelet, amiben nem jó még mindig az internet, és a végén már magából kikelve mondja, hogy küldjék ide azt a szerelőt, aki a napszaknak megfelelően köszön, a cipőjét leveszi, visszautasítja udvariasan a felkínált frissítőt, és megcsinálja a rohadt kábeltévét. Amikor tinik, akik járnak, kiírják egymás üzenőfalára, hogy annyira szeretlek kicsim, imádlak kincsem, puszillak szívem, annál nincs irritáló, bírja a hallgató. De nem csak tinik, akik járnak, iragatnak ki ilyeneket egymás üzenőfalára, hanem barinők is. Barinők ugyanígy kiírják egymás üzenőfalára, hogy imádlak kicsim. Tudod? Ugyanígy. Ugyanez megy. És én igazából nem tudom, hogy ez miért tartozik emberi ezrekre. Miért tartozik emberi ezrekre, hogy ti ennyire jó barinők vagytok? Miért nem lehet ezt SMS-ben, vagy egy privát üzenetben egymással közölni? Szóval nagyon úgy tűnik, hogy amíg az Istennek volt oltára, addig te nézted, csak azt ne felejtsétek el, hogy most, hogy magatoknak építettetek oltárat, azt viszont az Isten nézi. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka-vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc.
vagy kívánság, vagy műsor. Ez az Önkényes Mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Gazdagok és szépek, csillognak, fényesek, utat mutatnak, adtak a közéletnek. Mégis visszafogottak, hanyagok és jól öltözöttek. Csillagsziluett Intense, a Csillagsziluett styling rovata. Minden, ami közös Audrey Hepburnben, Geronazzo Máriában, Lady D-ben és Cardi B-ben. Az Önkényes Mérvadó pipere percei következnek. A rovat támogatója az aranyások.hu. Továbbra is az Önkényes Mérvadóban ülünk itt Puzsér Robival, Szabó Eszterrel, én Horváth Oszkár vagyok. A következőkben ugye van ez a kis sztár rovatunk, amivel szeretünk benneteket megajándékozni, és a sztárok szeretnek a velük kapcsolatos hírekkel bennünket megajándékozni. Ezúttal a következő fejlétszel találkoztunk. Csőzbogi spórolósnak tartja magát, közben egy vásárlás 3 millió forintnál kezdődik nála. Csőzbogi az, akiről az előbb említettem, hogy ő a luxus feleségekben talán ő az, aki tényleg luxus feleség. Bár akad még, csak valaki már nem feleség, valaki meg egyszerűen nem olyan kellemetlen, vagy így nem marad ki a kultúra körből, mielőtt megméltóztatott gazdagodni. Csőzbogi azonban igen fiatalon rátalált egy igen gazdag, nem egy, valószínűleg több igen gazdag emberre, de ebből lett egy befutó, és ők tényleg olyan körülmények között élnek, amire lehetne alapozni egy brazil szappanopera helyszínt és társait. Azt mondja a cikk, Csőzbogi élete igazi tündérmese, amelyről a legtöbb lány még álmodni sem mer, hát azért mernek szerintem. Férje révén Törökország egyik legbefolyásosabb családjának tagjává vált, így hihetetlen pompa és luxus veszi körül. A szépség, Szent Györgyön nevelkedett luxus feleség hatalmas palotában él, amelyhez másfél hektárnyi angol kert tartozik. Az anyagiak miatt sem kell, hogy fájjon a feje, kimeríthetetlen bankszámlájáról annyit költhet, amennyit csak akar. Bevásárló körútjain bevett módszer szerint járja a boltokat, ahol kedve szerint válogathat a luxus cikkek közül, írja a Femina. Az úgynevezett private shoppingot preferálja, ami azt jelenti, hogy az ott tartózkodása idejére bezárják az egész boltot, más vevőt rajta kívül nem szolgálnak ki. A private shoppingot, képzeld, hogy bemész a H&M-be, tudod, ahol így, mit tudom, 25-en dolgoznak egyszerre, és van 40 vevő, és elnézést, én a private shoppingot preferálom. És jaj, bocsánat, menj, legyen szíves levenni a gyerekről azt a pókemberes trikót, és takarodjanak ki. Ha a ruhatárát bővítené, vásárlásának összege forintra átszámítva 3 millióról indul, de akár a 15 millió forintot is elérheti, ha pedig ékszerekre fáj a foga, előfordul, hogy közel 37 millió forintnak megfelelő eurót hagy az adott üzletben. El szokott néha szállni azért rendesen a büdzsé, mondja ő. Egy tipikus vásárlás, amikor 2-3 darab cipőt, vagy mondjuk táskát vesz valaki, ő mondja, akkor elkezdődött egy olyan 5-10 ezer eurónál, de befejeződhet 40 ezer eurónál, mesélte a Focus riportjában. Ennek ellenére ő mégis azt állítja, nem felejti el, honnan jött, és milyen neveltetést kapott. Kifejezetten spórolósnak tartja magát, és mindig alaposan átgondolja, miket szerezzen be magának. Érdemes irritálni az embereket? Érdemes az emberek arcába mászni? Érdemes provokálni a kaszát, hogy egyenesedjen ki? Tényleg érdemes? A legvégén, tehát nem mindig ugyanaz ezeknek a sztoriknak a vége, hogy a végén Csőzbogi már bánja, amit csinált, de már késő. Amikor már lángol a palota? Amikor már lángol az udvarház? Amikor ma a szolgák kapára kaszára vannak hányva? Tényleg érdemes? Érdemes a tűzzel játszani? Érdemes a társadalmi feszültségeket ilyen módon szítani? Az az érdekes, hogy nem is azt szítja, ha azt mondom, hogy 37 millióért vettem karórát, hanem az, hogy elmondom mellé, hogy spórolós vagyok. Na jó, nem, már nem elég. Uh-huh. Már nem elég azt mondani, hogy 37 millióért vettem karórát, mert ez már nem is, már megijednek tőle, hogy ez talán nem is elég irritáló. Talán nem egyenesíti eléggé a kaszát, hanem tett hozzá, hogy én amúgy spórolós vagyok, és hogy én ezzel pózolok magamnak, hogy egyrészt megvásárolom milliókért a 30 forintos bóvlit, amire ráraktak egy logót, és ezzel az ára meg 10 000 szereződött, uh-huh.
majd előadom, hogy én amúgy spórolós vagyok, és hogy én így gondolok magamra. Te spórolós vagy, kérdezi tőled, aki a Tesco gazdaságot vásárolod. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyetlen reakció sajnos, tehát a felháborodás. El tudom képzelni a rajongást is, és a saját reakciómat is, amilyen végtelen együttérzés talán. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon szomorúnak tartom, ezt a műsort, amiben ő részt vesz. Talán minden idők egyik legszomorúbb televíziós produkciójának, ugyanis azért, mert valami olyasmit idealizál, egy olyan életet, ami szükségszerűen a szomorúsághoz vezet. Tehát, hogy ez a funkció, feladat nélküliség, ez, és a rengeteg pénz mellette, ez valahogy attól veszi el az esélyt, hogy te magad is teremtő legyél, és te magad is létrehoz valamit az életben. Tehát, hogy azért mégiscsak azért vagyunk itt basszus, hogy valamit összehozzunk a világban, és ennek talán a következménye lesz a pénz, a boldogság, és mondjuk az önmagad megismerése, és ezt odaadni mondjuk egy olcsó, ilyen szempontból olcsó 2-3 milliós táskáért szerintem nagyon-nagyon nagy hiba. Azt mondja Robi, hogy Tesco gazdaságost vesz, aki spórol. Így egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy az egy spórolási érvényes módszer, ugyanakkor inkább a következő fiktív párbeszédet képzelem el. Csőz Bogi beszélget egy barátjával. Képzeld, vettem egy szupermarket hálózatot. Az Osan? Hülye vagy, dehogy, hát spórolos vagyok, a Tesco-t. Azt írja a hallgató, vagy amikor kezdő MLM-esek sikert mutatnak az Instán vagy a TikTokon, hogy elhitessék nekik, mennyire megy. Hát ezek ugye a máltai lányok, nem olyan régen borzolták fel a hazai nyilvánosság kedélyeit, a YouTube-on igencsak nagyot futottak, ilyen like-dislike arányt én még soha nem láttam, de azt hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, ez a YouTube-on is párját ritkítja. Ezek a máltai lányok előadták a Szabó Pétertől hallott egótréner dumákat, csak olyan bénácskán, olyan, tudod, olyan 19 éves formán, olyan, vagy mennyi lehetnek ezek 20-21 éves legfeljebb, és olyan végtelenül irritáló módon, mint akik tényleg a világról semmit sem tudnak, ehhez képest a egyetemistáknak az arcába vágják, ők, akik most éppen sikeres üzletasszonyok Máltán, hogy ezek a iskolai tanulmányok, főiskolai meg egyetemi tanulmányok, ezek mennyire semmire nem jók, és hogy valójában a szülőknek a pumpolása, a szülőknek megvágása, tudod, az, hogy ők egyetemre járnak, hogy ott semmi hasznosat nem tanulnak, mert a hasznosat azt ugye a terepen lehet tanulni, egy jó MLM ügynök az az értékesítés folyamatában tanul, és tudod, ezt ilyen arrogánsan előadják, hogy az apuka meg az anyuka, hogy megfinanszírozzák a kicsi lányuknak a továbbtanulást, és nem sokkal később, még ugyanabban a videóban kiderül, hogy apuka és anyuka hozzásegítette ezt a lánykát ahhoz, hogy Máltán pallírozódjék az MLM ismeretek terén. De hogy valójában 4 perccel később megköszöni az drága édesapjának és édesanyjának, hogy hozzásegítették ehhez az utazáshoz. Közvetlen azután, hogy lecseszett egy komplett országot azért, mert tovább tanul, ahelyett, hogy emelemezne. De amikor 65 évesen valaki így tudod, számvetést tesz arról, hogy sikerült az élete, akkor Az olyan félig meddig helyén valónak tűnik, de ha ezt 40-41 évesen teszi egy Ákos lemezen, az korai, de ha 23 évesen vagy 22 évesen teszed, annak nekem számomra olyan benyomása van, mint amikor vannak ilyen hosszú távfutó számok. Nem feltétlenül a maratonra gondolok, hanem azok, amelyek a stadionon belül a 400 többszöröseként értelmezhetők. Mondjuk itt, hogy futnak 10 kilométert körbe-körbe a 25 vagy hány kört kell ahhoz menni. És akkor az első kör végén így megünnepelteted magad, hogy akkor én beértem, hát arról volt, hogy itt van, hogy ciel, vagy ott ki van írva, hogy ide kellett beérni, és a többiek futnak még, mit tudom én, 20 percen keresztül. Te meg már így locsolod a pezsgővel a nézőket. Sziasztok, írja a hallgató. A kedvenc Facebook posztom, amikor már 4:15-kor kiírja az adott születésnapos. Köszönöm mindenkinek a köszöntéseket, még több köszöntést provokálva ezzel. Igen, ezt mondtuk
mi is. Ezt mondjuk, csak már 8:50-kor kell valójában. Igen, és már is lehetőleg szemrehányóan. Hogy aki, tudod, aki, aki mostanáig, aki 8:50-ig nem köszöntött fel, az hagyja is. Annak nem kell, meg ne erőltesd magad. Aha, kösz, mindegy, jó, kösz a semmit. Oké. Tudod, és így fönt hagyni a hangsúlyt, tudod. Semmi baj. Én valójában nagyon is nagy baj van, tudod? Van itt baj. Egyébként egyik kedvencem a kardos horvát Janó, akit megkértek, hogy főzzön valami ilyenséget live-ban a Covid első felében, és ő csinált egy szerény krumplis tésztát az egyetlen elektromos rezsóján. Na jó, hát igen. Így is lehet. Ő írta a Hostess című számot? Igen, én azt hiszem, hogy ő. Itt akkor egy rossz van, nincs rá. Hogy ez a kaukázus. Aha. Igen, róla van szó. Ő is spórolós, mint luxus Bogi. Ja, csinálhatott. Máshogy szerintem. Csinálhatott volna bármit, amiben hús is van, meg csak köretnek használja a krumplis tésztát, de azért az erős lett volna. Igen, de tudod, a krumplis tészta az igazán szegények étele. Most a krumplis tésztához képes szegények étele, az talán már csak rántott leves, tojás leves. Talán már csak a paprikás krumpli. Akkor a paprikás krumplinál még egyel szerényebb, az már tényleg a tojás leves, és azután meg már tényleg csak a rántott leves van. Meg a kenyér. Na jó, igen. Tehát, hogy a krumplis tészta az ugye lehet csak krumpli, és lehet a csak tészta. A csak tészta az a kenyéren élsz, az nem túl egészséges. De energiát ad, tehát így kemény melókat meg tudsz oldani belőle. Igen. Csak hát milyen testformát és milyen szív- és érrendszeri hálózatot eredményez. Az attól, hogy mennyit dolgozol, meg milyen ha fizikai munkát végzel, akkor szerintem... Igen, ha ledolgozod. Ja. Energiát zabálsz, de energiát égetsz. Igen, de tudod, a krumplis tészta is felér a kenyérrel, mert szénhidráttal leszel szénhidrátot. Hát, ez kemény. Költhetnék igazából, folytatja Csősz Bogi, most csapongunk, tehát ugye nem akarjuk egyben megenni itt a... tudod, mert egyből kiokátnánk. Költhetnék igazából, de mivel régen mindig megnéztük, hogy mire költök és mennyiért, ettől nem tudok megszabadulni. Nagyon konzervatív vagyok ebből a szempontból, és ez a férjemnek borzasztóan imponál. Ó, az jó! Mennyire meg lehet titeket vezetni, fiúkat, azért ilyen szöveggel, legalábbis bizonyos luxus férjeket, azért ez páratlan. Hogy a férjének imponál ezzel? Hát valószínű, hogy ott van egy ilyen kis beszélgetés mellett, hogy mi milyen szegények voltunk. Annyira spórolós vagyok. Persze vidd el a bankkártyámat akkor. Ez egy jó kis imidzsépítés. Ez a mikromanipulációnak, ahova eljut utána végére, az a nagyobb változata, ugye? Hogy... De ki a mikromanipulátor, aki a bankkártyát adja, vagy aki használja? Hát aki elfogadja. Érdekes, hogy neked a nők a célpontjaid ebben. Tehát az előbb is... A manipulációról van szó, igen, határozottan. Aha. Úgy gondolom, hogy... Mert ahogy elmondtad azt a nőt, az egy ilyen... elszigetelő típusú, ez a gaslighting manipulátor, narcisztikus azért mondom a nőket, férfi, mert nőket láttam már ebben a szerepben. Lehet, hogy vannak férfiak is, én nőket láttam. Akkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy ez a Berki Krisztián, ez miért perel engem? Miért szemelt ki engem? És miért ennek a része a tavaly őszi rámindulása a főpolgármester választáson, ennek a része az a pereskedés, ami jelenleg zajlik. Mindig arra jutok, hogy ő elsősorban neki az a problémája velem, hogy én nyilvánosságra hoztam az ő legfőbb titkát, és legsötétebb titkát, azt, hogy nem vagyonos ember. Nem gazdag ember. És nem is értettem, amíg alaposan el nem mélyültem ebben, hogy megértsem, hogy valójában mi a problémája, miért perel engem Berki Krisztián, meg miért folytat ellenem jogi és média hadjáratot, és politikai hadjáratot, meg bármilyen téren ez a Berki Krisztián azért, mert én leközéposztályosoztam őt. Mert én valójában azt mondtam rá, hogy ő nem nagy burzsoá, nem egy gazdag, vagyonos, fényűzően élő ember,
hanem egy normális középosztályos szinten élő ember. Szíjjelős azért. Rá kellett jönnöm arra, hogy én őt nem leközéposztályosoztam, mert az ő fejében nincs ilyen kategória, nincs ilyen fogalom, hogy középosztály. Sosem volt középosztályos, sosem élt ott, sosem látta, sosem tapasztalta, hogy mi a középosztályos élet. Ezért én, amikor azt mondom, hogy ő valójában nem egy nagy burzsoá, akkor én őt lealaksoriprolizom. Uh-huh. Mert rögtön átugorva a középosztályt, mint kategóriát, mert ő valójában egy alaksori proliként nőtt fel, és onnan tört föl a középosztályba, amit ő nagy burzsóáziának hazudik. De mivel nincsen ilyen kulturális minta a fejében, hogy középosztály, ezért amikor neki valaki azt mondja, hogy hát nem vagy nagy burzsoá, nem vagy vagyonos milliárdos, bocs, akkor az azt jelenti az ő számára, hogy ő egy alaksori proli. Tehát még mindig nem vakarózott ki abból a körülményrendszerből, amit úgy szégyel. A minél kevesebb osztály képe él a fejében, és az osztálykép alatt nem azt kell érteni, amikor a tanteremben az osztályfőnök keresztbe fekszik, hanem hogy van egy kialakult képe arról, hogy a társadalom hány felé osztik. Ha számára csak két felé oszlik, attól már csak egy lépésre van az egy. Tehát milyen szépen megvalósította itt az 1910-es években megálmodott forradalmi jövőt. Nem? Olyan, tudod, ilyen, hogy mondjam, a organikusan szélső baloldali elképzelés. De nem, még nem az, de már mindjárt az lesz. Tök jó neki. Az a megfigyelésem egyébként, Robi, hogy tudod, hogy ki volt az, aki nagyon berágott akkor, amikor azt feltételezték, hogy nem is olyan gazdag, mint ahogy mondja Donald Trump. Neki ez az Achilles sarka, hogy ott ez a sebezhetőségi pontja. Bármi is lehet, sutyózni is lehet, csak azt nem mond, hogy ő nem olyan gazdag, mint ahogy mondja. Rá azért nem is nagyon érdemes ilyesmit mondani. Mert az igazság az, hogy tényleg annyira gazdag, mint amilyennek mondja, az ő hazugsága nem a vagyona. Minden esetre úgy tűnik ebből, ez alapján, hogy a Donald Trump sem beleszületett ebbe a vagyonba, hanem ő is csórónak született, csóróként nevelkedett, és aztán onnan föltört. Ezért olyan nagyon fontos a reprezentációja annak, hogy ő vagyonos, hogy ő kivakarózott abból a alaksorból, ahol fölnőtt. Ezért olyan nagyon fontos, ezért fontosabb a vagyon, mint maga a Donald Trumpság. Ezért van az, hogy valójában nem a vagyon tartozik a Donald Trumphoz, hanem a Donald Trump tartozik a vagyonhoz. Bocsánat, de azt még fejtsük már meg a csőzbogis nyilatkozatban, hogy hogyan kerül egy mondatba az, hogy én akár 40 ezer eurót is elköltök, nem biztos, hogy jól emlékszem, de hogy nagyon sok pénzt is elköltök, azzal, hogy egyébként nagyon spórolós lány vagyok. Tehát itt nem tűnik nektek úgy, hogy két tábornak szeretnék megfelelni? Egyrészt azoknak, akik menőnek tartanak engem, amiért gazdag vagyok, másrészt pedig azoknak, akik olyan szerényebb emberek és nem tartanak menőnek, azért meg gazdag vagyok. Itt nem úgy tűnik, hogy két felé szakad az image. Az egyikben a Sepsiszentgyörgyi belenevelt a eredeti 18-20 évesen elkészült lányról beszélünk. Tehát, hogy ő részesült egy neveltetésben, és annak egy részét azért nehéz felülírni bármilyen felnőtt léttel. Nagyon meghatározó, hogy milyen családban, hogy milyen elvárásokkal nősz fel. Ekkor lehetett spórolós, és egyébként most meg luxus feleség. Nem, mert azt mondja, hogy a férjének nagyon tetszik, hogy spórolós. Akkor még most is az. Mondjuk azt, hogy nem, lehet, hogy nem spórolós, hanem megtakarít. Spórolós, érted? Hiszen amikor ő vesz 40 millióért egy órát, akkor a férje vesz 40 milliárdért egy vállalatot. És azt mondja, hogy mennyit spóroltál ma is, anyuka? Tudod? Nem értem. És tudod, én sem tudom 40 milliót az órára, de ami alatt elkölti a 40 milliót az órára, és kifizeti, több pénz lesz a kártyán, mint amennyit kifizetett a 40 millió, tehát a visszatöltődik több pénz, mert a cégei többet keresnek az alatt, ami alatt ő kinézi és megveszi a legdrágább órát. De ez nem spórolás. Ez mennyire frusztráló lehet, hogy nem tudsz annyit költeni. Nem tudsz még, mert a helyzet az, hogy 80 millió forintnál drágább órát nem nagyon tudsz megvenni, és ha megveszed, és még gazdagabb vagy, mire megvetted, gyorsan kell keresned egy még drágább órát, vagy valamit, ami elhiteti veled, hogy te megéled a saját vagyonodat, hogy te képes vagy azon a színvonalon élni, amit megengedhetsz magadnak. Így is azért az emberek nagy része egy luxust enged meg magának egy órával, hiszen 24 órára kíváncsi, de az csak 12-t mutat. Úgyhogy elvileg, ha veszel 40 ezer forintért egy órát, akkor az 80 ezer volt.
ultrahangkép, ugye egy irritáló posztot idéz fel az SMS író, ultrahangkép a magzatról új kis földlakó felirattal. Az új kis földlakó. Azt írja a hallgató, azért provokálnak, hogy megosztóak legyenek, ami hozzászólásokat generál, az meg népszerűséget generál, az meg profitot generál. Ez egy üzleti stratégia és egotrip. De biztos, hogy népszerűséget generál? Mert én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy népszerűséget vagy népszerűtlenséget generál. Az irritáló mértékű veretés az alacsonyabb kultúrájúak körében népszerűséget generál, a kulturáltabbak körében meg inkább visszatetszést generál, de teljesen mindegy, mert megosztást generál, mert hozzászólást generál, mert a kedélyeket borzolja, ami pedig a kedélyeket borzolja, az újabb és újabb média ingereket gerjeszt. És akkor ebből tulajdonképpen fölhabosodik a nagy semmi. A nagy semmi. A veretés a mire is? A mire is? A pénzedre és a kultúrát hiányosságára. Sometimes people make a war. Inico, Melanico, Noroxa, I. Papa, Varuapa, Chiquidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Jó, hát úgy néz ki, hogy az első emelettel megküzdöttünk ezúttal, és az első emelet hozzánk a Lány körbe jár című, ígéretes című zenét hozta. Én nagyon féltem attól, hogy itt egy ilyen kabátpeti féle konstelláció lesz a rossz értelemben jár körbe a lány, egy az nem ötöz, a jó értelemben. Öthöz. Nem tudom eldönteni, tehát az a lényeg, hogy ebben a dalban hárman is éneklik az egyes verzéket, a Kiki, ugye Patkó Béla, de mellette szerepel benne a zenekarból még két ember, és hárman felváltva dobálják a sorokat, azt mondja, hogy levelet írt nekem, mire a másik azt, hogy úgy szeret, mire az egyik, hogy a telefonba sírt nekem, mire a másik, miközben átölelt, és mire a harmadik, és várt rám. Ugye három embert is megdolgoztat itt ez a hölgy a dalban, nekem az az első kérdésem, hogy ez az ő ledérsége és szégyene, vagy az érdeme, tehát hogy ő jól átverte őket, vagy ők találtak egy áldozatot, akit mind a hárman megforgathatnak, tehát hogy körbe jár, vagy járatjuk? Körbejáratja velünk a bolondját. Aha. Van a Kabát Peti féle lány körbejár, ahol a lány az áldozat. És van a Geszti Peti féle lány körbejár, ahol meg a srácok az áldozatok. Szerintem ez nem itt erről van szó. Szerintem nem erről van szó. Szerintem ők csak azt a látszatot akarják kelteni, hogy ők áldozatok, és itt lelebuknak a sorok közben, hogy ők valójában tudtak végig arról, hogy ők ennyien vannak. Egyrészt azért fiúk titeket kérdeznélek, hogy férfi társaságban mennyire elképzelhető, hogy mondjuk egy csajjal úgy lesz valami, hogy nincs kibeszélve előre, de nem is kell ezt megválaszolni, mert itt van például a második versszakban, hogy nekem odaadta már, amit ma én kapok, válaszolgatnak egymásnak. Tehát ők már időben tudnak egymásról, miközben szerintem azt a utólag látszatot keltik. Na, hát amit ma én kapok, ez itt jövő idő. Tehát ők... jelen idő. Ma hát ma én fogok kapni, fogok nem? Kapni ez az. Na minden esetre szerintem itt próbálják azt a látszatot kelteni, hogy ők ki áldozatok, de valójában nem erről van szó, ők mindannyian tudtak szerintem egymásról. De tudod, ha tudnak egymásról, és úgy járatják körbe a lányt, az azt jelenti, hogy ők illúziómentesek, és úgy állnak hozzá, hogyha ennek a csajnak jó, és ő azt hiszi, és a saját ingatag önértékelését ezáltal meg tudja erősíteni, hogy ő ennyi jó csávónak kell, mint itt a, tudod, Patkó Béla, Geszti Peti és a társai, tudod, Kisberkes, akkor hát csinálja, mi ezt élvezzük, hadd járjon körbe a lány, a feladat az, hogy egyikünknek sem szabad beleesni, mert akkor pofára is esünk, ugye? Igen, nem? Úgy folytatódik itt a sztori, hogy csodálatos éjszakák és nappalok, ezt két különböző ember mondja, a megfelelő napszakhoz tartozó. Nekem odaadta már, amit ma én kapok, a lány körbe jár. És a refrénben a következőt állítják, ennek a lánynak párja nincs. Tehát ez úgy is igaz, hogy ritkaság az ilyen, aki ennyire odaadó, grupia a zenekarnak, másrészt pedig hát egyikük se a párja hármuk közül, hiszen mindenkit átvert körbe, még csak az sincs, hogy az A jelzésű zenekari tag, mondjuk a dobos elnyerte a szívét,
és akkor a basszusgitáros meg az énekes forgatja még a testét. Meg nincs párja. A basszusgitáros miért nyert el? Nem segítek, és ez egyébként ezeket a dolgokat az Eszternek arra szortja megkérdezni tőlem. Az elmondhatatlan. Miről van szó, Oszi? Nem mondtál így, most így, így kell kérdezni. Aztán. Az ilyen lány túl drága kincs. Ez már gúnyolódás. Ez már meg az jó, hogyha van, de jobb, ha nincs. Ez ilyen kis ex-shaming egy picit. Igen, nem. Itt, jó, hogyha van, de jobb, ha nincs. Ez arról szól, ez már itt látod, arról szól, hogy a srácok igenis sérülnek ebben. Igen, a, sokat fizetnek ezért. És nem előre, hogy kell, hanem utólag. De nem arról van, hogy fiúk annyira örülnétek egy csajnak, vagy akár többnek. Amíg bele nem esünk. Tudod? Ja. Amíg bele nem esünk. De abban a pillanatban már sérülünk. Aha. Ja. Igen. Igen, túl drága kincs, de ez a, hogy mondjam, ez az előfizetéses túl drága kincs, amikor utólag kapod a számlát. Nem a dominó kártyás túl drága kincs, amikor megveszed 5000 ér, és akkor lebeszéled. Nem előre derült ki, hogy ez egy nehéz menet lesz. Nem az volt, hogy egy szuper csajt találsz, és meg akarod hódítani, és sok melót beleteszel, hogy egyáltalán rád figyeljen, és meggyőzd arról, hogy ez, itt egy ilyen otthont ki lehet alakítani, vagy legalább a hálószoba részét. Hanem bementél egy ilyen a Váci utcai étterembe, a rossz hírűbe, ahol nem voltak feltüntetve az árak, és ettél 17000 ér egy hortobágyit. Itt inkább ez történik. És kértél egy tokai eszenciát, tudod? Egy szektor értékében. A refrén harmadik sora az úgy hangzik, hogy jó, hogyha van, de jobb, hogyha nincs. Jobb, ha nincs. Hát igen, ez azt jelenti, hogy az élvezetnek az ára, amit nyújt, a fájdalom, amit elszenvedünk. Hogy itt fizetni kell ezért, mert ugye könnyen adja a szerelmét ez a lány. Ennek az a következménye, hogy mi elkezdjük használni ezt a lányt, de egy bizonyos ponton elkezdünk sérülni benne, és kiderül, hogy nem is mi használjuk ezt a lányt, hanem tulajdonképpen ez a lány használ minket. Én ugyanakkor azt gondolom, persze nincs kizárva, hogy ez a lány... Mert amúgy jó lett volna? Nincs kizárva, hogy ez a lány nymphomániás legyen, de én mégis inkább arra hajlok, hogy ez a lány az a sérült önértékelését gyógyítgatja. Hogy ennek a lánynak az édesapjával való kapcsolata nincs megfejtve, megértve, elrendezve belül, és hogy ezeket a srácokat, ezeket azért hülyíti, és azért váltogatja, és azért jár ő körbe, mert igazolni akar valamit valakiken, amit az apjától nem kapott meg, ami az apjával való kapcsolatában elmaradt. Mm-hmm. Valamiféle megbecsülést, valamiféle elismerést, igen, valamiféle elfogadást. Általában ez van egyébként, legalábbis az én részemről. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy nekem a legtöbbször olyan lányokkal van dolgom, akiknek van valami daddy súlya. Lehet, hogy ez a eleve a forkülönbség. És te bejelentkezel, hogy oké, hát ugye a papád valamit elcseszett, én megpróbálom helyrehozni, de először is vetkőzz le. Robi, zsák a foltját, tehát hát, minden keresletre tartozik egy kínálat. Ez van, de én gyakran gondolkodom azon, hogy tudod, én tovább ásom ezt az árkot, vagy nem én ástam meg, és tulajdonképpen azzal azért egy fokkal kulturáltabb vagyok, mint bármelyiknek az apja, aki ilyen kárt okozott. Én a gyerekemmel ezt nem csinálnám meg, aminek az eredménye egy ilyen személyiség. Hogy lehet, hogy én egy picit betemetem, de a lényeg az, hogy valami sérülésnek én a hasznát élvezem, és tudod, van bennem egy ilyen folyamatos ilyen morális vívódás, hogy az rosszabb, ha oda sem megyek, vagy tulajdonképpen ez jó, vagy jó akkor lenne, ha ez azonnal egy 20 éves párkapcsolat és egy biztonságos otthon, és egy új gyereknevelési precedens lenne az ő részére, mert nekem nincs rá szükségem, hiszen az én szüleim engem a mai napig szeretnek, tudod, és együtt van. Nekem az a nehézségem, hogy nekem nem kell megmutatni a szüleimnek, hogy na látjátok, így kell gyereket nevelni, mert velem nem történt semmi rossz. Hát, sajnos, bocsánat. Te és azon nem szoktál gondolkodni ezekben a helyzetekben, hogy te miben hasonlíthatsz esetleg az apára? De tudom, ismét beletenyereltél valamiben, amit ne beszéljünk meg este 10 előtti. A filterezéssel összefüggésben hozható? Távolról csak. Verzékkel menjünk tovább, Robi. A dolog aztán véget ért. Kedd éjjelén a szobájába láttam, és ott feküdtem
én. Adjuk ezt elő úgy, hogy te vagy ágyam. Az A, az Eszter a B, és én vagyok a C. Jó? Jó. Robi? A dolog aztán véget ért. Ked éjjel én. A szobájába láttam is. Ott feküdtem én. És én az ágy alatt. Hát ez, így történik ez az ének, hogy a hárman vannak, és hát abban a szobában többen is voltak itt az infragranti közben. Nekem elő ne adják már, hogy ez csak a harmadik vers szakra derült ki. Tehát, hogy ők ne tudták. Mondjátok meg akkor, fiúk, válaszoljátok meg ezt az előbbi költői kérdést, hogyha ti mondjuk egy zenekar lennétek, lenne még két tag, nagyon szoros barátságban vagytok, és van valamelyik őtöknek egy csaja, vagy kinéz egy nő valakinek, azt ne mondja már nekem senki, hogy nem tudja az összes többi tag, hogy te ma filterezni fogsz, jelentsen bármit. Annyit jelent a filterezés, hogy jól megválogatom, hogy kiket szedek össze, az a szűrés. Tudod, az a nagy kérdés, hogy mikor jönnek rá a srácok arra, hogy ez nekik már nem jó. Tudod, a srácok, ők a popsztárok. Ők a zenekar. Ez a csaj, meg egy kis rajongócsaj, ez egy gruppi. Hogy valójában használták a csajt, és volt egy pillanat, amikor elkezdték azt érezni, hogy ez most már nem annyira vicces. Tudod, uh-huh. Ez most már nem annyira vicces, mert úgy élvezték a dolgot, de hogy egy ponton azt érezték, hogy egyikük se elég ennek a csajnak, hanem a dobos is kell, meg a gitáros is kell, meg az énekes is kell, és talán még a szövegíró srác is kell. Ha egyesével följátszhat egy-egy szólamot velük, amíg az otthonában tartózkodnak, egy komplett lemez elkészülhet így sessionről sessionre. Igen, igen, és hogy tulajdonképpen ez a csaj, ez tulajdonképpen egy hangszer. Egy hangszerként van jelen a zenekar életében, és egy bizonyos ponton a zenekari tagok azt mondják, hogy én szeretnék ezen a hangszeren tartósan játszani. Én nem olyan jól játszom ezen a hangszeren, hogy szerintem az én kezembe való is bűn, hogyha te veszed a kezedbe. Már ne haragudjál, egyébként nagyon tisztellek, becsüllek, de nem kéne. És akkor tudod, a másik azt mondja, hogy hát én meg a múlt éjjel úgy vettem észre, hogy az én kezemben szebben sírt fel az a hangszer. Pláne, hogy az ágy alól végig hallgathattam a kamara előadásokat. Hallgattam azt a maszatolást, amit leműveltél, és nem volt meggyőző, ne haragudj. Szó szerint kamara hangverseny, mert ő a kamrából hallgatta végig, amíg ők a konyhában sütnek ki valamit. Lebukott a bestia. Uh-huh. Ja, hogy menjünk tovább a sorokkal? Jaj, segítség! Micsoda tragédia! Micsoda csetepatész, hogy ez a szó? Te jössz az. Ja, a szív megszakadt. Jó, hogy te találtad ki ezt a hülyeséget. Nem tudtam, hogy folytatjuk. Hát itt gondoltam, mit csinálunk Robival? De a tanulság megmarad, hangzik a négyes verze, soha se bízd úgy el magad, hiszen az asszony ingatag. És most itt összekacsintunk a nagyfaterral, akinek még ez volt a nótája. Aha, igen. Ez a La Donna Immobile, ez arról szól, Verdi Rigolettójából van, és egyáltalán nem arról szól, tehát ez a herceg áriája, ahol ja, egyébként a maga herceg is egy óriási nőfaló volt, tehát egyáltalán nem, őt nem szívatta meg senki. Mm. Tehát itt ez az intellektuális kiszólás szerintem nem úgy sikerült, ahogy a költő szerette volna. A sose bízd úgy el magad, az pont erről szól. Mi a tanulság ebből, hogy sose bízd úgy el magad, soha ne éld bele magad annyira abba, hogy ez neked, hogy ezt te olyan könnyen veszed, hogy jön egy hangszer, amelyikről azt hiszük, hogy mi majd eljátszogatunk ezen, mi ezzel élvezetet szerzünk, de egy bizonyos ponton hajba fogunk kapni a hangszeren. Hogy valójában egy bizonyos ponton már a hangszer játszik rajtunk, vagy velünk. És hogy az egész dolog nem erre volt kitalálva, mi csak szórakozni jöttünk, de végül kiderült, hogy így mindegyikünk az életét akarja megoldani ezzel, és így pedig már a dolog nem vicces, és így pedig már a dolog nem alkalmas, és már nem is eszköz. Alkalmi? Inkább. Igen. Az első emelet munkásságából valószínűsíthető szövegíró Geszti Péter később tovább vitte ezt, hogy nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát, a befőt pedig eltegye a nagymamát. Mert itt ez van, hogy a grupi tette el a zenekart. Csak ez egy rossz tanács, hogy sose bízd úgy el magad, mármint, hogy ne add oda a szívedet. De hát ez történik, tudod, a férfiak attól keményednek meg, hogy sokszor átverik őket, vagy sokszor kerül, vagy sokszor kosarat kapnak, ezt a hülye kifejezéssel szokták ezt illetni, és akkor elmúlik az önbizalom, lesz egy ilyen rosszabb hozzáállás, vagy egy zárt szívvel még valamilyen kapcsolatba belemenés, és ha még történik sérülés, onnan jön a nőgyűlölet, és utána jöhet a bántás is. Na, sose bízd úgy el magad, hogy odaadd a szíved
egy fehér májú lotyónak. Tudod, így teljes a verb. Tudod, hogy nem, valójában ez még így nem, tehát hogy nem arról van szó, hogy soha ne legyél szerelmes, lehet szerelmes, csak abba a grupiba, amelyik a haveroddal volt tegnap, abban ne legyél. Uh-huh. Abban ne legyél, mert jobb, ha nem. Csak a helyzet az, hogy azok a csajok, akik, mert hogy ez a csaj, tudod, éppen amelyik zenekari taggal volt, azzal nem csak élvezkedett, meg nem csak élvezetet szerzett és ragadott el magának, hanem annak előadta az érzelmeket is. Tehát, hogy ő ott el volt varázsolva annak a dobosnak a szagától, meg annak a basszusgitárosnak az érintésétől, meg annak a szövegírónak a dumájától, nem mi mástól. Nyilvánvaló, hogy ez a csaj, ez valójában azért jött, hogy a végzet asszonya legyen ennek a zenekarnak a számára. Valójában nem élvezetet szerezni őt saját magának, hanem önigazolást gyártani saját magának, és lehetőleg szétdúlni a zenekari tagoknak az üzleti és baráti kapcsolatát, ami még mindig nem cél, még mindig csak eszköz, minek az eszköze annak, hogy ő a végzet asszonyaként pózolhasson ki előtt, alig hanem önmaga előtt, meg a halott apja előtt. Erős. Van nekem, hogy mondjam, van két ismerősöm, akik férfiak, messziről írom körül. Mondjuk, hogy olyan, mintha ő lenne a basszusgitáros, meg a dobos, és én lennék a szövegíró, akik esetén, ha egy új lányjal megismerkedek, és a Facebookon akár csak közös ismerősünk ez a két csávó, annak a nőnek a közelébe nem megyek. Mert hogy tudod, vannak ilyen emlékek, hogy hát ott csak szarba lehet lépni meg aknára. De azért, mert a két csávó igazi nagy körbejárató. Tudod, az egyik az a tartalmas, akire így rácuppannak, a másik meg a nagy lepattanó huszár, aki utána még rászalad. Tudod, te, aki hogy mondjam, ekkora játékos, mint te, az megteheti ezt, hogy egyszerűen fölé rúgjon egy helyzetet. Tudod, és azt mondja, hogy nem érdekes. 4-0-ra vezetünk, és még bőven van, mint én, még van a meccsből 30 perc, bőven belefér, hogy úgy rúgjam mellé a gólhelyzetet, hogy oldalt menjen ki a labda. Szereste semmi engem, probléma. Robi? De most miért? De azt értsd, hogy valaki, akinek nem ilyen könnyen jönnek ezek a lehetőségek, tudod, ő nem tud így hozzáállni, hogy hát ezt nem kéne, mert az álmos könyvek szerint ez nem szülne jó vért, mert ez egy olyan szituáció, hogy van egy közös Facebook ismerősünk, akivel ő korábban kavart, hát ebből csak a gond van, hát én ezt most kihagyom. Nem, más nem tudja ezt ilyen nagyon-nagyon könnyen venni, mint te. Persze, hát ő... Nincs önbizalma, és úgy gondol rá, hogy legközelebb 5 év múlva lesz egy ilyen lehetőségem. Nem engedhetem meg magamnak, hogy 5 éven keresztül polírozzam a bohócot arra gondolva, hogy mit hagytam ki most. Eszter kérdésedre ez azt jelenti, hogy a gyors étterem hálózat előtt ülő Ronald nevű reklámfigurát időnként a fény visszaverésre alkalmasra kell tenni, mielőtt megkérdezed. Nem, én azt szerettem volna mondani, hogy én nem kavartam az összes Facebook ismerősömmel, és hogy ez igen. De most azért van... Elismerésre méltó. Nem, hanem azt akarom mondani, hogy Oszi meg azt feltételezi, hogyha már van közös ismerős, érted? Tehát, hogy talán vannak mások is, akik nem kavartak mindenkivel, aki az ismerősük. Oszi meg rögtön letesz azokról a nőkről, akikkel megismerkedik, és azokat az életőket. Nem érted ezeket a hálózati modelleket. Nem, hát itt arról van szó, hogy nem a lány kavart az összes ismerősével, hanem az a két csávó, akinek egy... akit az a két faszi visszajelölt, azt máshogy is megjelölte. Jó. És nem kell megkérdezzük a közönséget, és nem kell elfeleznünk se. Azt hiszem, hogy ez volt az önkényes mérvadó már a Szabó Eszterrel, Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral, az első emelettel, Csőz Bogi valódi luxus életével és munkával, és hát csodálatos Facebook poszt típusokkal. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Und nun, meine Damen und Herren, das ideale karácsonyi ajándék. Interjúband, Aktiengesellschaft, Puzsér Robert interjúkötete, a demokrácia részvénytársaság.
das ist ihre einmalige Chance. Greifen Sie zu. Wenn Sie wissen wollen, wie es zum Fall der dritten ungarischen Republik kam oder wie die Orbán-Ära geschaffen wurde, lefordíthatatlan, szójáték. Keresd Puzsér könyvét a boltokban. Horn Gyula interjú. Csurka István interjú. Szilárd Aigner interjú. Toroszkai László interjú. Tomket interjú. Antal Rogán interjú. Und Miklós Tamás Gáspár interjú. In den Buchhandlungen erhältlich, solange der Vorrat reicht. Még kapható a könyvesboltokban.